Szeretettel köszöntöm a Hitélet nézőit. Ma egy számomra fontos helyszínre szeretném elkalauzolni önöket, ahol a Tordaszentlászói gyülekezettel közösen végzünk egy olyan segítő munkát, ami gyülekezetünk egyik meghatározó szolgálati területe. Torockó, Erdély legnyugatibb székely végvára. A tatárdulás korában székelyek szabadították fel az itt lakókat az ostrom alól. Jutalomként megkapták a székelykő tetején épített várat. A felmentők itt maradtak, és évszázadok alatt alakították, szépítették ennek a tájnak, falunak az életét. Torockó Erdély talán legismertebb turisztikai látványossága. A szépen karbantartott régi épületei olyan hangulatot keltenek az ide látogatók lelkében, mintha egy nyugalomszigetre érkeznének meg a világ zaja elől menekülve. Az ide látogató csodaként éli meg a falu elhelyezkedéséből adódó látványos jelenséget, hogy itt kétszer kel fel a nap. A székelykő, mely a falu fölé emelkedik, rejtek helyet nyújt a felkelő napnak, ami kis idő múlva ismét előbukkan a hatalmas sziklabércek mögül. Önmagában ez is lehetne ide látogatásunk célja, de ma egy másik csodát próbálunk bemutatni kedves nézőinknek. 2004-ben Bőte Csaba, ferences szerzetes, gyerekotthont hozott létre Torockón. Tette ezt a szép környezet miatt is, ahol a gyerekek egészséges lelkülettel nőhetnek fel, megmenekülve a világ kísértéseitől, de azért is, mert a 20. század viszontagságok miatt megfogyatkozott a falu lakossága, a kevés megszületett gyerek miatt az iskola léte forgott kockán. Ez jelentett egy másik, nagyon fontos érvet, amely amellett szólt, hogy gyerekotthont alapítson a Dévai Szent Ferenc Alapítvány. A gyerekotthon neve is üzenetet hordoz magában. Kis Szent Teréz életében, emberek között végzett szolgálatában arra kereste a választ, hogy mit jelent az önmegtagadás, önmagunk legyőzése. Ez a lelkiség kezdett el terjedni a gyerekotthon működésével. Ezt érezte meg az innen nem messze élő Tordaszentlászóiak gyülekezete. A keresztény életvitel egyik alappillére az, hogy a Krisztust követő ember élete során ne menjen el érzéketlenül a nehézséggel élő emberek problémája mellett, hanem a tőle telhető módon nyújtson segítséget a rászorulóknak. Isteni irányításnak tekinthető a Tordaszentlászóiak találkozása a gyerekotthon lakóival. Mint sokan másokat, őket is a torockói táj szépsége vonzotta ide, de ennél sokkal többet kaptak. Ott tartózkodásuk során találkoztak a gyerekotthon lakóival. Megihlette őket a gyerekek sorsa, és hazafelé menet megszületett a döntés, hogy támogatást gyűjtsenek a gyerekek számára. Kezdetben évente egyszer-kétszer gyűjtöttek élelmiszert, pénzadományokat. Azért tartjuk fontosnak, mert ez hozzájárul a gyerekek már kicsi korától való neveléséhez, és hogy szokjanak hozzá a gyerekek, hogy nem mindig csak az kell, hogy kapjunk, hanem mi is tudjunk már adni és megosztani azt a kicsinket is, ami van. Tehát ez nagyon fontosnak tartjuk, és nagyon jó indulattal állnak hozzá a szülők is, és a gyerekek is ehhez a gyűjtéshez. Most is nagyon sok szülőtől érkezett megajánlás, úgy anyagi, úgy élelmiszer. Tehát amire szükségük van a gyerekeknek, hogy lássák, mivel csoporttársaik is voltak valamikor ezek a gyerekek, az itteni gyerekeknek nagyon fontosnak tartjuk ezt, hogy mi is hozzájáruljunk. Példát mutassunk, hogy ezt majd a gyerekeink is tovább tudják használni, tehát hogy ebben nőjenek fel, hogy mindig kell segíteni. Egyik vallásvarás programunkkal kezdődött, amikor a faluban többen is ajándékokat gyűjtöttünk, vagy élelmiszert, és a tiszteletes úrral együtt hoztuk el neki. Az én meglátásom szerint nagyon jó kedvel, tehát nagyon jó adakozó közösség, és mindig nagyon sok élelem, tisztítószer, amire szüksége van a gyerekeknek összegyűl. Tehát senki sem vonakodik, nem húzaszkodik ki ilyen
dolgok elől. Szerintem fontos az, hogy lássuk a gyerekeket, hogy nem mindenkinek van megadva az a kényelem, az otthon kényelme, és nem minden gyereknek van meg az a szülői közelség, és ezért fontos adakozni, illetve fontos, hogy lássuk, hogy milyen jó helyzetben kerültünk. Viszont fontos, hogy megtanuljuk, hogy adakozni jó és kell. Ruhaneműtől elkezdve élelmiszer, tisztítószer, tehát amire mindig szükség van, és előre már azért, hogy megérdeklődjük, hogy mire van szükség. Volt olyan anyagi támogatás is, nagyon sok jött, számlákat, amiket kell fizetni. Tehát nem csak élelmiszerekre van szükség, hanem bármire, amire szükség van. Tehát nagyon jól állnak hozzá a szülők, és mindig segítőkészek. Sokat jelent számomra is az, hogy a gyerekek minden jó ajándékra várakozhatnak, és szerintem karácsonykor egyre többen adakoznak. Ugyanúgy a gyerekek is szerintem azért várják jobban, mert többen mellettük vagyunk, ugyanúgy, ahogy most itt vagyunk nagyon sokan. 2017-ben egy fordulat következett a kapcsolatban. A reformáció 500. évfordulójára készülve az a felismerés született, hogy a kereszténység megélése nem a visszaemlékezésekben gyökerezik, hanem a nehézségekkel küzdők felé való odafordulásból. Torda Szent László keresztény közössége az 500. évfordulót a gyerekotthon fenntartásának felvállalásával ünnepelte. Na, gyere, mert jó nehéz! Jézus tanítása, mely szerint, ha eggyel jót tettetek a legkisebbek közül, velem tettetek jót, arra indította őket, hogy egy állandó támogatásba részesítsék a torockói gyerekotthon lakóit. Ez a kapcsolat évek óta töretlenül tart. Nem lenne teljes a karácsonyra való készülődés időszaka, ha nem találkoznánk a gyermekekkel. Egy fiatal házaspár kezdeményezésére advent első hétvégéjén jótékonysági disznótót rendeznek. Gyere, vegyetek! Teszik ezt azért, hogy a gyerekotthon lakóinak is része legyen az Erdély szerte szinte minden családban lezajló disznóvágásban. Ez az esemény jó lehetőség arra is, hogy a Torda Szent Lászlói közösség összefogjon és segítséget nyújtson a karácsonyra való felkészülésben a gyerekotthon számára. A támogatás híre bejárta már a környéket, így vannak, akik a környező településekről, Magyar Lónáról, Magyar Fenesről, Százfenesről és Kolozsvárról hozzák el ajándékaikat a kis Szent Teréz lakóinak. Idén erre a rendkívüli eseményre visszük el önöket is, kedves nézőink! ...1996-ban kerültem az alapítványnál, sajnos édesanyám négy tömbházi lakást veszített el, és egy családi házat banktól kölcsönt kért egy barátnőjének. Kikerültünk az utcára, másfél hónapig éltünk az utcán, és utána édesanyám úgy gondolta, hogy inkább betesz a kórházba minket azzal a céllal, hogy ne kint az utcán legyünk, mintha betegek lettünk volna, de nem voltunk egyáltalán. Csaba testvére felvette a kapcsolatot, ső volt az, aki eljött értünk. 13 éven keresztül nevelkedtem a Dévei Szent Ferenc Alapítványnál, és másfél évet dolgoztam, mint asztalosként, ugye asztalos szakmát végeztem, és másfél év után éreztem azt, hogy szeretnék valamit, hát meghálálni azt az időt, amit nekem szánt az alapítványt, amit rám fordított Csaba testvér meg a munkatársai, és így beszéltem Csaba testvér, hogy szeretnék jönni, mint akár karbantartó, nevelő, lényegtelen volt, hogy mi az, amit rám bíznak, csak hogy tudjak valamiféleképpen meghálálni. Torockóra úgy kerültem ide, hogy az előző nevelővel nagyon jó viszonyban voltunk, és vagyunk még mai napig is, és ő mesélt Torockóról, és mondta, hogy jöjjek ide, és akkor eljöttem karácsonyozni ide, és a volt házvezetőnő megkérdezte, hogy nem szeretnénk nevelő lenni, és azóta január 1-től, 2006. január 1-től már nevelő vagyok itt a torockói gyermekotthonban. Az, aki az alapítványon belül, tehát a rendszeren belül nevelkedik, azt tudja, át tudja érezni is, és tudja meglátni, belátni azt a dolgot, hogy ezek a gyerekek milyen sorsból származnak.
És ugye én azt szoktam mondani, hogy én nem azt szeretnék adni a gyerekeknek, amit nekem adtak annak idején akár a szülők, vagy akár az alapítvány, hanem egy fokkal vagy két fokkal jobbat szeretnék adni nekik. Én Szilágycserről jöttem Torockóra, még 4 testvéremmel. Torockón nevelkedtem 6 évig, utána most elkerültem 8. után liceumba Dévára. Számomra itt az eltöltött 4 év nagyon kellemes volt, illetve nagyon jó is. Ahhoz képest, amiket otthon megéltünk és illetve átéltünk, ahhoz képest itt teljesen más volt, és ennek örülünk, hogy végül ide tudtunk kerülni, és hogy kaphattunk egy új esélyt. Az érettségi után szeretnék Kolozsvárra, vagy akár máshol is, de egyetemre szeretnék menni. Az egyetemen belül pénzügyre szeretnék menni, de még más szakok is látótérben vannak. Hál' Istennek azt kell mondjam, hogy én is, mint a Dévei Szent Ferenc Alapítvány diákjaként, én akár tűzbe merem tenni a kezemet, hogy az alapítványnál eddig 94 óta, mióta működik az alapítvány, kirepült gyerekek, 90%-a megállta a helyét az életben. Tóda Szent Lászlóról jöttem. 3 éve vagyok itt, és hogy nagyon tetszik. Olyanok vagyunk itt igaziból, mint a testvérek. Ugyanúgy bánunk egymással, szeressük egymást, és mindent együtt csinálunk. Ti szoktatok rendszeresen besegíteni a konyhán? Hát igen, de vannak szolgálatosok is, és hát most mi bejöttünk, mivel most szakácsuliba vagyok. A református kollégiumban járok. Már alig várom, kezdődjön meg. Nem nagyon is tudtunk ismerkedni, csak a szobatársakkal, de nagyon jó a bentlakás is, és nagyon szeretem. Mindent megteszünk azért, hogy a gyerekek mindent megtanuljanak. Abszolút mindenre szükségük van az, hogy megtanuljanak, hogy a jövőre nézve, hogyha innen elkerülnek, akkor hogy mindent tudjanak. Megbeszéljük a gyerekekkel, hogy mit szeretnének csinálni, hova ötleteket adunk, hogy tényleg melyik gyerek mire képes, mit szeretne csinálni, de mindenkinek megoldjuk a lehetőségét, hogy ugyebár a továbbiakban is ne legyen nehéz nekik. Próbáljuk támogatni őket. Vannak nehézségeink, ugye főleg most ezzel a vírusos időszakban, ugye online tanítás, hát éppen meséltem, hogy reggel 8-kor leülünk az asztalnál a gyerekek mellé, és este 8-kor van, hogy onnan felállunk, ugye házikat kell megcsinálni, együtt oda kell figyelni a gyerekekkel, és amellett ugye a házat is ugyanúgy tovább kell vinni, tehát papírmunkától kezdve házkörüli teendők mindig kerülnek. A gyerekeknek nehezebb, mert ők szeretnek iskolába járni, meg ugye egy kicsit kimenni, így meg eléggé be vannak zárva, de mivel hogy nagy a terület itten, így meg tudjuk oldani, mert kimegyünk, játszunk az udvaron, a kertbe, megoldjuk. Hát az online-os tanulás kicsit nehezebb, mert nehezebben tanulnak. Szóval nem az odafigyeléssel van inkább probléma, mert nehezebb így ezt az oktatást ugyebár végigcsinálni, ezt az online-os oktatást, mint amikor iskolában vannak, ott a tanárnő, ugye azért velünk nem annyira, meg a lehetőség arra, hogy 8 osztályt 1-től 8-ig végig helységekbe, hogy csönd legyen és odafigyeljenek, ez egy kicsit nehezebb. A nevelő együtt él a gyerekekkel. Számára ez nem munkahely, hanem egy létforma. Szolgálat, amelyben nincs szünet. Minden nap újra kezdődik a feladatok hosszú sora. Hogy miből merítenek erőt? Hogy tudnak feltöltekezni? Ez sokak számára egy rejtély. Mi egy vallásos közösség vagyunk, ugye a katolikus egyházhoz tartozunk. Amellett, hogy sokat imádkozunk, amellett én azt szoktam mondani, hogy bemegyek reggel a szobába a gyerekeket felébreszteni, és a 10 éves gyerek a nyakamba ugrik, és azt mondja, jó reggelt, Dodó bácsi, és ad egy puszit, az már annyi erőt ad, hogy az napra tényleg pörgök egész nap, megyek, jövök, úgyhogy ők adnak, vagy küldenek, a kirepült gyerekek küldenek egy-egy olyan levelet, hogy az embernek a személyi könyvben ázik,
hogy még ha akkor is nem látják, hogy mi jót szeretnénk nekik, de évek elteltével ezt belátják, és nagyon, nagyon megható tud lenni egy ilyen dolog. Visszajárnak örömmel ide, és szeretnének is folyamatosan jönni, amikor tudnak, mindig jönnek. Számukra ez olyan, ez az otthon, mint egy család. Általában 2 hetente, 3 hetente szoktam jönni ide Torockóra, látogatóba hozzájuk, vagy ha nem igazából telefonon felhívom Dodó bácsit, ugye a Bérma keresztapám, így is tudunk kommunikálni velük, de általában elég sokszor jövök. Az innen kirepülő gyermekek igazából úgy van, hogy mi tartjuk velük a kapcsolatot, folyamatosan követjük az életüket, hogyha netán valahol elakadás van, vagy nincs egy biztos fedél a fejük fölött, vagy egy biztos munkahelyük, amíg mi tudunk, az alapítvány, meg ugyanúgy a Torockói Gyermekotthon, mi addig támogatjuk őket. Gyertek, segítsünk! 50-60 gyerek biztos nevelkedett itt a gyermekotthonban. Vannak olyan gyerekek, akik hamar kirepültek, vannak olyan gyerekek még mai napig is itt, aki 2,5 éves korától nevelünk. 4-en vagyunk ki. Honnan jöttetek? Balánbányáról jött. 9 éve jött az alapítványnál, és 7. osztályosért. Mi próbálunk ugye abszolút olyan dolgokat biztosítani a gyerekeknek, hogy ne érezzék ezeket a nehézségeket. Hát amire igazából most ebben az időszakban, amire a támogatás az ugyebár az hiányzik, mert kevesebben jöttek támogatók, de megoldunk mindent, amit tudunk. Mi is a fizetésünket, ami nem volt ugyebár a pénz a háznak, mert ugye nem kaptunk támogatást, még a fizetésünket is beletettük a párommal, hogy mindenük meglegyen a gyerekeknek. Reménykedünk, igen, a Jóisten velünk van, és mindig olyankor, mindig, ha valamiből kevesebb volt, tényleg a Jóisten, mintha érezte volna, hogy kell, és támogatott minket, és valaki jött és hozott pont, amire szükségünk van. Az Úristen eszközként használta a tordaszentlászói közösséget, hogy kellő pillanatban a szükséges segítséget nyújthassák a gyerekotthonnak. Hál' Istennek meg tudjuk oldani folyamatosan ezt a fenntartást, úgyhogy a tordaszentlászói segítséggel mindent, mert ők támogatnak, és rájuk aztán tényleg számíthatunk. Egy nagyon jó csapat. És nagyon hálásak vagyunk, és nagyon szépen köszönjük nekik. Hát ez egy borzasztó, hogy milyen nagy adomány tőlük, hogy ennyire gondoskodnak a Torockói Kis Szent Teréz otthon gyerekeinek. Ez a Tordai Szent László kapcsolat az én tudomásom szerint, ugye nekünk vannak itt gyermekeink Tordai Szent Lászlóról, és amikor kérték, hogy fogadjuk be őket, akkor az ottani közösség, református közösség is, meg a közösség is elég nyitottak voltak az iránt, hogy mivel befogadtuk a gyerekeket, akkor ezt a gyermekotthont támogassák, a gyerekeket támogassák. És ezek évek óta nagyon nagy segítség számunkra. Egyik legfontosabb támogatóink a tordaszentlászlói közösség. Ma disznóvágásra került sor. Ilyenkor felpezsdül az élet. A gyerekek lelkes kíváncsisággal fürkézik a folyamatot. Míg első évben távolról a meleg szoba ablakán keresztül figyelték, hogy mi történik, ma már barátságosan, otthonosan vesznek részt a teljes folyamatban. Ez nagyon jó szokás. És én örvendek, mikor tudok jönni, mikor ennyi drága gyermeket itt látsz. Évről érve, hogy látod, hogy nőnek, milyen szépek, és milyen tisztán és rendesen vannak tartva. Itt csak tanulnak. Lehet, hogy otthon nem lenne ilyen sorsuk. Azért kerültek ide. A 4. éve, hogy itt vagyunk, ez nagyon látszik. És örvendünk, hogy tudunk segíteni. Pláne így az ünnepek jövetele előtt, és máskor is. Nagyon nagy szükség van ezeknek a gyerekeknek, hogy támogassuk. Jövök! Nagy szeretettel jövök, ahol tudok. Nagyon jó élmény. Örvendek. És ha még tudunk, jövünk, csináljuk. A gyerekotthon a torockói közösség életében fontos szerepet tölt be. Nélkülük
talán már megszűnt volna az iskolai oktatás. Az otthon a falu számára nagyon fontos, mivel hogy így van iskola itt Torockon, mert másképp nem lenne itten oktatás. Mert az otthonból a gyerekek, legtöbb gyerek az otthonból van, és ez nagyon fontos a Torockó számára is, meg Torockó Szentgyörgy számára is. Hál' Istennek be tudtunk illeszkedni, most, hogy új polgármesterünk is van, hál' Istennek remélhetőleg jobb lesz a kapcsolatunk is a polgármesteri hivatallal. Eddig is a most jelenlegi polgármestere jó volt, mert matek tanár volt, ő rendszeresen bejárt hozzánk. A gyerekekről fejleményeket, mindent elmondott, tehát hogy mi miben jók, miben gyengébbek, úgyhogy hál' Istennek. Meg még vannak a faluban egy-két olyan ember, aki elég gyakran segít rajtunk. Egy család sem mondhatja, hogy minden tervét megvalósította, minden nehézségen, gondon túl van. Nincs ez másként a torockói kis Szent Terész gyerekotthon esetében sem. Mindig vannak megoldásra váró tervek, célkitűzések, amelyek lehet, hogy pillanatnyilag nehézséget jelentenek. A jövőre nézve igazából ugye, ami nekünk nehézségek, azok a minden évben ugye a téli tüzelőfának az összegét összegyűjteni. Ugye mi egy télen körülbelül egy olyan 100 erdélyi métert használunk el, két központi helyen és egy kandalóban. Ez, ami egy kicsit ugye akadály nekünk, ezt beszerezni, ezt a pénzt. Amellett hát ugye minden helységet, meg a házat kívülről, belülről szeretnénk leszigetelni, az udvart egy kicsit rendben rakni, akár letérkövezni, mert jobb, hogyha a gyerekek is nem sárba járkálnak. Meg ugye az engedélyeztetés, tehát az, hogy ennek a kiszentelés gyermekotthonnak most már ugye nem egy ház, hanem két ház lesz, ennek a két háznak az akkreditálása. Van egy olyan projektünk, ami pályázat, hogy szeretnénk indítani egy ilyen gyümölcsfeldolgozót, amiben ilyen natur üdítők készítéssel, meg zöldségtermesztés, meg faluturizmus, és ebbe belevonni az itt nevelkedő diákokat, akár a jelenlegi itt nevelkedő, vagy akár azokat, akik már kirepültek tőlünk. A keresztény ember Istenbe vetett bizalommal tekint a jövőbe. Ezt teszik a gyerekotthon lakói is. Nekünk, kívülről jövő szemlélőknek az a felelősségünk, hogy ne menjünk el mellettük érzéketlenül. Engedjük, hogy közel férkőzzenek a lelkünkhöz, és megszülessen bennünk a felelősség érzése, hogyha tehetünk valamit azért, hogy a világunk és benne az ember élete jobb legyen, akkor azt nem ullasszuk el. Mert önmagunkat raboljuk meg a jobbá válásnak a lehetőségétől. Elköszönök Önöktől. Áldott adventi időszakot kívánok mindannyiuknak. Az Úristen legyen őriző pásztorunk. Kövessék műsorunkat a Hitélet Facebook oldalán és az Erdélyi Magyar Televízió YouTube csatornáján.